szívecském kávét. Kérek szépen, de te kérsz szendvicset, mert nagyon éhes vagyok. Én nem, köszönöm szépen. Nem? Nem. Pedig ez nagyon finom. Uh-huh. Csak furcsán lehet kenni. Na de közben szerintem köszöntjük a nézőket. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Szépítők, és ahogy önök is láthatják, mi leszünk ennek a műsornak az új műsorvezető. Megmondom őszintén, én egy picit izgulok, mert hasonlóban még nem igazán volt részem, de hát ezért van itt Edina, hogy engem majd segítsen, és megpróbáljuk minél jobban belevetni ennek a szakmának a rejtelmeibe. Szerintem profi lesz egyébként, mert hát nem közömbös számára a kamera, úgyhogy tartsanak velünk. Hát próbálom elmondani, nem tudom, hogy hallatszik a kávéfőzőtől, tehát hogy tartsanak velünk, innentől kezdve minden szombaton mi fogjuk önöket körbekalauzolni a különböző lakásokban, és megmutatunk pár praktikát is. De hogy rendhagyóak legyünk, kezdjük is a saját kis otthonunkkal. Kezdted, drágám, amíg lefő a kávé, kezdjük rögtön a nappalival, addig én befejezem a szendvicset. A Szépítők ezentúl új műsorvezető párossal jelentkezik. Kulcsár Edina, 27 éves magyar modell, műsorvezető és divattervező. Ő a 2014-es Miss World Hungary, amelynek világversenyén a koronázáskor első udvarhölgy és Miss Európa lett. És Szabó András, alias Csuti, Edina párja, fanatista Fradi Drucker, egykor ő maga is focizott, de sérülése után közgazdász diplomát szerzett. Jelenleg egy Alkusz cég régió igazgatója. Edina és Csuti ebben a Pesterzsébeti háromszobás lakásban élnek, de hamarosan egy kis babával bővül a család. A nappali az egyik fő életterünk, nagyon sok időt töltünk itt. Edina általában a konyhában incsiklandó falatokat készít. Hát én meg nem akarom egyébként elrondani ezt az étkezőt, hogy általában itt szoktam feküdni, és ezt a televíziót szoktam nézni. Itt általában mérkőzések, online és élőben közvetített labdarúgó események hada várja az éppen itt lakókat, vagy éppen a vendégeinket, ugyanis hála Istennek nagyon nagy baráti társamunk van, és sokan szoktak hozzánk átjönni. Ahogy látható, és ezt szeretném külön megmutatni, virág mindig van egyébként az asztalon, erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, és próbálok mindig valami apropót találni arra. Nemrég volt Edina névnapja, úgyhogy természetesen ez a virág most is fellelhető. Csak úgy, mint a táskák, amik egyébként a lakás nagyon sok szegletében megtalálhatóak, de majd fogunk érkezni a többi lakásra, vagy a többi szobába is, és ezt önök is látni fogják. Na de gyertek velem tovább! A Szabó András sugárútha térve jobbra és balra találhatóak egyébként szobák. Jobb oldalon itt van a kis fürdőnk. Edina nagy kérésére lecseréltük egyébként a bútort, mert így egyszerre tudunk reggel fogat mosni és itt készülődni. Egyébként Joy előszeretettel szeret játszani a kádban, mint ahogy az látható is. Joy a macska, akivel Csuti órákat képes játszani. Igazából a labdáját, ha a holdra dobnánk, akkor a holdra is követni. Lényegében, mint egy kiskutya. Itt látható a garderob szoba. Ne, ezt nem mutassuk meg. Ahol azért látható, csak egy pillantásra bekukkanthatnak, de hogy igen, tehát itt sajnos ez van, és ezt így el is szoktam rejteni. Úgyhogy egyből folytassuk szerintem, itt most már becsatlakozok, nehogy olyan dolog kerüljön bemutatásra, amit nem szeretnék. Egyébként igen, itt mondta, hallottam Csuti, hogy Szabó András sugárút található egyébként a kedvenc, vagy ez mi? Vagy hogy micsoda? Ez, bocsánat, mi? Veszprém kézilabda csapat, drágám. Ja, igen, elnézést. Na mindegy, nekem a Fradi, ami mérvadó, és egyben megérkeztünk a hálószobánkba. Látható itt is azért jó pár lelik, elég, hogyha megnézzük még Edinának a díjait. Tudatosan tettem ide magamat is egyébként egy gyerekkori fotóval, mert azt gondolom, hogy én is egyébként neked egy fantasztikus díjat vagyok. Oh. Láthatóak itt még különböző Ferencváros, római dolgok, könyvek természetesen, Francesco Totti,
Így van. Hát ami, az, igen, mond csak, nem akartam. Ami miatt mi kimondottan szeretjük, hogy nyáron reggel egyébként, innen a hálóban rögtön ki tudunk menni a teraszra, szoktunk itt kávézni, reggelizni, úgyhogy ilyenkor ez a pontja egyébként fel van emelve, és azt nem mondom, hogy gyönyörű szép a kilátás, de mi nagyon szeretjük, és nagyon örülünk annak, hogy ezt meg tudtuk egyelőre teremteni magunknak. Így van, hát te ugye, mert hogy én csatlakoztam csak, illetőleg hamarosan kiegészül egy lakóval ugye ez a hálószoba, úgyhogy különböző kis ágy és pelenkázó, bár annyira még nem vagyok jártas a dologban, de hogy valami helyet majd azért itt keresünk, úgyhogy bővülni fog ez. Tehát most beraktunk egyébként ide egy szekrényt, ami szekrényt te most ki akarsz innen majd vinni, és... Befejeztük a bemutatást, ugye? Na, úgyhogy ennyi volt, megyünk is tovább, tartsanak velünk! Egy pillanatra azért álljunk meg, mert itt van egy naptár, ami egész kapcsolatunk kiinduló pontja volt, ugyanis hát Edina annó meginvitált a showroomjába, hogy hát nézzem meg, hogy ott mik vannak, kíváncsi volt a véleményre, és akkor csak láttam ezt a naptárat egyébként ott a falon, és hát ahogy egyébként egy jó érzésű férfi ezt elkezdi lapozgatni, én is elkezdtem. Úgy meséld el, hogy lehetséges, hogy fiatalok is néznek minket. Hát pont abból adódóan, hogy nem merjék egyébként felvállalni azt, amit gondolnak is, amit éreznek, mert hogy nekem is elég érdekes érzéseim voltak áprilishoz térve, úgyhogy hát hiába volt reggel, hamar 12 órát mutattak az érzelmi órák, úgyhogy ezt a naptárt megőriztük, és a mai napig itt van a falon. Hát január, február, március legyen minden kedves férfi nézőnk számára kérdőjel, de ez volt az a kép, ami az én gondolatiságomat Edina irányába egy egészen más mederbe terelte. Ezt őrizni fogjuk, és számunkra egy nagyon szép emlék. Hát köszönjük szépen, Csuti, hogy ezt megosztottad velünk, de most tényleg megyünk.